életek, történetek Ferencvárosból 25 percben. Heti portré. A heti portré mai adásában folytatjuk a beszélgetést Dobai Péterrel, a Mephisto című Oscar-díjas film forgatókönyvírójával. Mi a különbség az írás és a forgatókönyvírás között? A forgatókönyvíró például többet fizetnek, aztán az ember, de ezt nehogy félreértse, hogy mondjam, egy picit felelőtlenebb lehet, mert ugye ott van a kontroll a rendező részéről. Olykor sajnos a producerek részéről. Mert minden producerbe, mint valami ördög, alszik egy művész. Tehát egy idő után kötelességének érzi, ha kell, ha nem, beleszóljon. Akkor is, ha ő csak a pénzügyekhez ért, és gazdag ember, és semmiféleképpen nem tud jó tanácsot adni, de megpróbálja. Szóval úgy működik, hogy pénzt ad, de közben kerékkötő. És az, hogy a rendező kontrollja ott van, én nem szerettem, ha dramaturg vagy dramaturg nők főleg azok ijesztettek mindig meg, a bizonyos részeket átadták és adták a tanácsokat. Valamennyi filmnél, amit én írtam, Csontvárinál vagy a Szabónak, másoknak, én azt szerettem, ha kész a forgatókönyv, tele instrukciókkal a rendező felé, stb. És akkor a végén elmegyünk egy kellemes szállodába, és ott mérlegre tesszük, értékeljük. És akkor, ha sarokba szorítanak, akkor változtatok bizonyos jeleneteken, bizonyos dialógusokon, vagy monológokon. De az nem jó, hogy például a forgatókönyvet végig, amíg írja az ember, egy kicsit üldözik, figyelik. Mert aztól fél, hogy az író erre, arra megy, elkanyandozik, és amikor már készül egy forgatókönyv, akkor már összeállt a pénz, ami a filmre van. A Mephistónál szerencse volt, mert a Szabó munkamódszere az forgatás alatt is csendes, csak rendkívül fegyelmezett, és nagyon takarékos, ellentétben a Huszárikkal a Csontváriba, ahol a pénz így volt szólva Szicíliába. És mégse jött be a film. Egyetlen ország meg nem vette a Mephistót, minden ország megvette, ahol egyáltalán van egy mozi. Visszatérve egy mondatig a kérdésig, hát nagy a különbség a forgatókönyvírás, az szerintem egy kicsit jobban hasonlít ahhoz, ami nekem nem megy, a színpadi drámaíráshoz. Tehát, mert ugye dialógus, monológ, tehát és a cselekmény valahogy korlátozott kell legyen, még akkor is a Metro-Goldwyn-Mayer csinálja. Nem lehet olyan területeket bejárni lélekbe, gondolatba, mint mondjuk Tolstoy háborús békébe megcsinálta. Ez ott derül ki, hogy az amerikaiak az oroszokkal versenyezve, vagy három változatot csináltak a háborús békéről. És az igaz mégis a könyvben van. Leírva, pedig ott képet nem látom. Nekem legalábbis könnyebb forgatókönyvet írni, mint mondjuk regényt vagy novellát. Mert a következő nap akár a Szabóval, vagy bárki, a rendezővel tudok beszélni, és fel tudja oldani, vagy mozgásba tudja hozni azt a részt, ahol én lemerevettem. 4-5 éve megjelent egy könyv, amelyben azt írták, hogy ön kapcsolatban volt az előző rendszerben az állambiztonsági szolgálatokkal, és volt is egy levelezés ennek a könyvnek a szerzőjével. Ez a digitális levelezés. Így van. Igen, ahol azt írtam, hogy magánszorgalmú kutyák. A Gervai, akire gondol. Hát nem tudom, hogy kutattak a 3x3-asban, de a Szőnyei kutatása az alapos. Ott van az a könyv, a Szőnyei Tamás, az végigkutatta az egész BM 3x3-as, ez a két könyv, nem az egész rólam szól, de a Szabóról szól, Bódi Gáborról, sok minden, rólam vagy két-három mondat, és megtalálta azt a 3x3-as BM tiszti véleményt személyemről, hogy hírszerzésre és a többi nem alkalmas. És ez itt publikálva van. Az a helyzet, hogy mindig gondoljatok arra, hogy ez 2010-ben történt, ez rágalom támadás. Na most rágalommal lehet gyilkolni. Így ölték meg Szokratészt, ahogy Platón le is írja, ugye? Mert elkezdték rágalmazni, hogy ő nem Athén isteneiben hisz. Most őt
azzal való rágalommal, hogy megtagadja Athén isteneit, halálra ítélte a bíróság. Azt mond, azok voltak utolsó szavai Szokratésznek, hogy engem, aki öreg ember vagyok, a lassúbb járású ellenség a halál ért utol. Bíráimat, akik fiatalok, a gyorsabb ellenség érte utol, a bűn. Úgyhogy őt nagyon szívósan dolgoztak a bírák, és rágalommal ölték meg. Engem ez nagyon mellbevágott a Gervai, mert ugye semmiféle bizonyítékot nem tudott felhozni, ha emlékszel a mondatára, nulla. Volt neki személyes, pont a Mephisztó kapcsán nagy averziója a személyem, mert a Szabó őt eltávolította onnan, mert nem tudott megfogalmazni 4-5 reklámszöveget a film plakátjára. Pontosan mielőtt pert indítottam volna ez ellen, a rágalomtámadás ellen, mert ez rettentő rossz hatásra volt rám, hiszen én akkor már Szabóról, meg a Bódiról, meg sokakról, Molnár Gál Péterről mondani, hát a Tarsándorról tudtam ezt, és sokról tudtam, még akik nem szerepeltek is, így a nyilvánosság előtt. És hál' Istennek a Szőnyei Tamás ebbe a két kötetbe az egész 3x3-ast végigvizsgálja. Ott olvashattam, hogy legalább 14 író, vagy újságíró, vagy ilyen vagy olyan barát, de még uszodai barát is, jelentett én rólam. És ezt hogy éli meg? Ezt hogy lehet feldolgozni? Hát némelyiket nem tudom azonosítani, mert csak a 3x3-as nevük van ott ebben a Szőnyei könyvben. Ez a címe, hogy titkos írás. Titkos írás. De a lényeg az, hogy ő sok minden olyat leír. Szóval egyszerűen nem értem, a Gervai ellen indítottam volna a pert, másodszorban a Saplár ellen, de bármi pénzt nem sajnáltam volna, ha ez meg nem jelenik ez a könyv, mert ez az én felmentésem. Semmiféle csoportot, egyént, írói vagy filmi társaságot soha nem közelítettem úgy meg, hogy bármiféle információt adjak mondjuk a BM-nek, 3x3-asnak vagy ahhoz tartozó embereknek, de az is az igazság, hogy nem is kértek. Próbálkoztak, de nagyon hamarabb hagyták a próbálkozást. Az elutasítás érvényre jutott. És így objektíve megjelenve újságba, én örülök ennek a kérdésnek, bocsánat, nem újságban van, hatalmas kétkötetes könyvben, a Szőnyei végigviszi azokat a jelentéseket, amelyek rólam szólnak. Benne van viszont az egész a Szabóféle anyag, ami letagadhatatlan jelentések, és a Bódi is. Egyikről se tudtam elképzelni se, hogy ilyen tevékenységben. És máig nem tudom, hogy akár Bódi, akár Szabó, bárki, hogy lehetett kényszerítve. Mert hiszen csinálhattak filmet, szóval főiskolát végezhettek. Nem tudom, mivel lehetett megfogni. Nem tudom, mivel lehetett megfogni, hogy már pedig te nekem holnap ide és ide elmész, és azt a beszélgetést szépen elmondod, ami ott folyik. Ezzel tele van ez. Viszont miután ez a felmentés itt van, hogy nem alkalmas hírszerzőnek és munkatársnak, tehát a 3x3-asba, így azután letettem a polgári perről. Most már nem foglalkoztat annyira. Akkor 2010-ben, 2011-ben, hát azt hittem, hogy mintha leprás lennék az utcán, vagy valami. A Gervainak írt egyik válaszában, ugye azt is leírta részletesen, hogy történt ez a találkozó, ugye az ön esetében. Akik ők úgy gondolták, hogy hát ha érdekes lesz például, hát ez tengerész volt, járta a világot, nem diszidált, sokat tud, magasan kvalifikált egyetemet végzett, mint filozófia, hát ha mi emberünk lesz. Tehát akkor megpróbálkoztak, sok mindennel. Például, hogy finoman, de azért értetően, hogy segítenek lakásszerzésbe, segítenek, hogy dolgozhatok a filmgyárba, de én plusz, mert engem nem is 3x3-as ügynöknek akartak beszervezni, hanem ST, mint amiben volt a Gyöngyösi, szigorúan titkos állományban. Ami egy eleve tiszti rangot jelent, és külön magas fizetést, független attól, hogy a filmgyár fizet.
És ez egy ilyen, azért egy folyamatos jelentés, tehát a lélek eladását jelenti itt. Nem volt más, nekem nem volt választásom, én ezt elutasítottam, és a Gervai levelében igen, megírtam, hogy két ízben volt próbálkozás, de az út második próbálkozásnál már ott volt egy nagyon magasrangú BM-tiszt, valószínűleg a 3x3-asnak a akkori vezető helyettese, és több tisztek, de civilben, a busuló juhász étteremben, ezt is leírtam. Amikor ő hallotta a véleményemet erről, mondtam, hogy én erre nem vagyok alkalmas, se képes, se nem is teszem. Mondta ennek az előnyeit, meg hogy ez hazafias és állampolgári kötelesség, stb. Adott esetben mindent mondott. Egyszer csak intett a pincérnek, fizetett, és azt mondta, hogy ez a dolog maradjon köztünk, nincs. Nem fogadta el, és jól letoltott előttem pont ezt a beszervező, hogy ez egy rosszul előkészített beszélgetés volt. Nyilvánvaló, hogy ez már korábban is elhangzott, a nem. De nagy támadás ez. Azt írja ebben a válaszlevelében ugye még Gervainak, hogy ugye ezt egyáltalán nem sajnálja, hogy így döntött, de ugyanakkor egy dolgot mindenképpen sajnál, és ez most teljesen más téma, hogy gyereke nem született. Hát ez nagyon, volt nekem ifjúkoromban, egyetem alatt, meg még a tengerészet alatt is, hogy teherbe ejtettem lányt, és akartam volna is, hogy szülessen meg, de mivel nagyon fiatalok voltunk, lakás nem volt, ezért az út akkor bűnös módon abortuszhoz vezetett. Később viszont, amikor semmi védekezés nem volt, nem tudom, mi történt az én szervezetemben, vagy bármi, többet nem ejtettem termesenki. Még maradt volna egy lehetőség örökbe fogadni. De ezen addig gondolkodtam, amíg elszállt az élet. Feleségével ugye együtt élnek. Feltétlen. Harmonikus kapcsolatban vannak. Igen, igen. Nagyon régen ő orvos, gyerekorvos a Hempában, de ő eredetileg elvégezte a bölcsészkart olasz-angol szakon. És nem tudni, milyen ilyen szélfordulatta az egyetem elvégzése után, a diplomával a kezében, dolgozott egy rövid ideig, majd úgy döntött, hogy ő orvos lesz. És el is végezte az orvoskart, és úgy lett gyerekorvos. És önnek is ugye besegít, mert hogy könyvborítókat tervez. Ahogyne, fotózik. Van egy könyvünk, a Latin lélegzet, amiben nekem vannak a verseim. Itáliáról szól azért Latin lélegzet, de központban Róma. Ez egy nagy sikereket elért könyv, és nekem vannak benne egy prózai bevezető, meg nagyon sok vers, és amennyit elbírt a kiadó vállalni, annyi fotója neki, a Latin lélegzet. Úgyhogy nem jó az, hogy besegít, több van ennél. Szóval benne él. Tehát ezt a könyvet a legutóbb biztos megjelent, azt is az ő fotója teszi ki a borítót, meg még magában a szerkesztésben is, mert különleges stílusérzéke van, valamint tisztában van a magyar, a abszolút helyes magyar szórenddel, amivel én nem vagyok annyira tisztában. Számos kötődése van Ferencvároshoz, nagyon régóta él Ferencvárosban. Önt meg szokta ihletni, vagy inspirálja Ferencváros? Maga az itteni városkép, a házak? Igen, hát én meg olyannyira, hogy talán fölhozhatom, megemlíthetem, hogy azt hiszem a Oskó Judit megbízásából készítettem filmet a központi vásárcsarnokról, amit Petsz Somu épített, és ma már a világon egyedül egy ilyen van, mert a Párizsit lebontották a franciák, nem túl bölcsen. Petsz Somu ezt alig másfél év alatt építette fel, 1897-ben. A restaurálás 3 évig tartott. Addig itt volt a Közraktár utcákban a csarnok, a standok. Tehát kétszer annyit vett igénybe a felújítás, mai modern technikai eszközökkel, különleges anyagokkal, minden,
mint mikor Petsz Samu építette. Nagyon sokat írtam a Ferencváros különböző tereiről, a Hazám a városban című ciklusban, ahol például a Bakács tér szerepel, a Boráros tér, és az egykor Dimitrov térnek nevezett mostani Fővám tér. De én nagyon szeretem a Ibl-féle templomot a Bakács téren, de számos helye van Ferencvárosnak, ahol szeretek sétálni, nézelődni. Sok pontja van Ferencvárosnak, ahol érzem a térterápiát. Ez egy megnyugtat. Mi az a térterápia? A Műegyetem aulájába jöttem rá egyszer, nagyon rossz kedvem volt, nagyon mély depresszió. Okát most már meg se tudnám fogalmazni, de van, amikor az ember valaminek nem tudja az okát, de azért az van. És bementem a Műegyetemre, a központi aulába, ahol vannak egykori nagy professzorok szobrai. És egy lélek nem volt ott, számítottam rá, hogy a portás, akit különben is ismertem, mert ott több rendezvény volt, hogy azt fogja mondani, hogy maga nem műegyetemista, menjen ki, de nem, bebújta a kuckójába. És ott leültem egy kőpadra, és lassan egy ilyen akadémiai hangulat, vagy egy ilyen egyetemi hangulat kezdett, hogy hát minden lehet rossz, de amit az ember érezni tud, emlékezni tud, és gondolni tud, mert tanult, olvasott, az nem vészel. Nem vészel, és ez a tér, ami körülvett a Műegyetemi aula, erősített benne. Szinte finom, de nem idegbeteg, hanem valóságos hallucináció. Szóval megszólalt a tér idézőjelbe. Ezt nevezem én térterápiának. De ezt az életemben rengetegszer átéltem más városokban, külföldön. Mindig az a lényeg, hogy legalább akkora legyen, mint az az aula. Az aula. Hát rengeteg ilyen helyen jártam, Rómától kezdve, mindenféle városokban. És nem tudom, hogy így világos-e, hogy a térterápia, tehát gyógyít, vagy megtart, vagy biztosít arról, hogy közön van a világhoz. Amikor egy ilyen nagyon erős depresszió úgy csinál, úgy működik, hogy kiszorít a világból, és vagy kirekeszt. Az idővel más a helyzet, az bonyolultabb, de a térnek van ilyen gyógyító hatása. Nem véletlen, hogy a királyi paloták nagyok, az ókori csarnokok, például maguk a fürdőcsarnokok lehettek volna sokkal alacsonyabbak. De ahol a rómaiak fürdőbe filozófáltak, ott kellett a magas tér, az, hogy eldöntsék a világ sorsát. Hogy telnek a mindennapjai, és mik a tervei? Én egy önéletrajzot írok, és nagyon nehezen megy. A Szabóval belekezdtünk egy forgatókönyvet, de ez most leállt, folyton találkoztunk, ez a Gróf Bethlen István. Az egyetlen, aki németellenes volt, stb. Aki egyébként főtárgyaló volt Aponyi Albert mellett Trianonban. Aztán végül elcsendesült ez az egész terv, szerintem a Szabó meg fogja kísérelni, egyedül megírni. De én nem vállaltam végül a megírását, mert igazából nem egy izgalmas személyiség. Először is ő a zsidó törvényeket ugyanúgy megszavazta, mint Teleki. A 20-as évek elején, előbb, mint Hitler egyáltalán hatalomra került. Na, de a női választójogot megtagadta. A férfi választójogot pedig, és ezek lényeges dolgok 20. században, tanulmányi szinthez kötötte. Úgyhogy nem, egy kubikus nem szavazhatott. És ráadásul a Titulescu, a román főtárgyaló Trianonban, azt mondta Clemenceau-nak, és ez pedig igazatot mond neki, hogy hát igen, itt van Bethlen gróf. Nem azért harcol, hogy Magyarország visszakapja Erdélyt, hanem azért, mert neki a birtokai Erdélyben vannak, és azokat akarja visszakapni. Úgyhogy ez most hanvába dőlt. De a saját önéletrajzi regénye? Igen, és ehelyette, és már régen azt írom, ilyen blokkokba, vázlatokba, én nem merem itt a szöveget megmerevíteni, véglegesíteni a kompjúteren, hanem
ismét visszatértem a kézzelíráshoz. Ami nagyon nagy baj, mert ha minél nagyobb mennyiség jön létre, annál nehezebb lesz beírni. De a komputer ad egy végleges formát neki. És mikor várható, hogy készen lesz? Ezt nem tudom, volt olyan elképzelésem, de egyenlőre elálltam tőle, hogy részletekbe publikálom. Volna hozzá kiadó, nagyon előzékeny és nagyon előzékeny lap. De el kell dönteni, hogyha a részletekbe publikálunk egy életrajzot, akár kronológiailag, akár nem, hogy az azt a hatásfokot eléri, mintha bombaszerűen az egész készen jelenik meg.